Peggy 18. Szervusztok, kedves nézőim! Nos, folytatódik a kis Postal 3-as kalandunk, és mint látható, csúnya huligánok lepték el ezt a várost, ilyen furcsa kétkerekű, akármilyen bicikliszerű, valami elektromos, akármikkel. Komolyan mondom, nem tudom mi a szar ez már. Látni láttam már, de sose érdekelt annyira, hogy komolyabban foglalkozzak vele. De mindesetre ezeket a huligánokat kell megfékeznünk, és hát ezt olyan módon fogjuk kivitelezni, hogy lelőjük őket, és elveszük a kétkerekű járművüket, és szépen elhozzuk a hajókapitány kinézetű kövér pacákhoz, úgyhogy lássunk is hozzá a mai missionünkhöz. Istenem, mennyi ember, és mind arra vár, hogy lelőjük. Ez a játék, komolyan mondom, nem nevel az erőszakra. Na, van egy jó kis pisztolyunk, és csomó emberke, aki egyből ránk lő, és már is itt van a drága jó úriember. Nem hagyjuk, hogy használják ezt a kis izé akármit, úgyhogy el is vesszük tőle. És már is oda visszük ahhoz a kereskedő valamihez, vagy bérlő valamihez, és lerakjuk ott. Itt van ez a... Mi ez? Stow Station, vagy mi a túró? Jó van, na egy ilyen cucc megvan. Azt hiszem nem tudom, melyik kell összeszedni, de addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Másodt megy a következő delikvens, akit megpróbálunk elintézni rövid úton. Hát ezt úgy próbáljuk meg kivitelezni, hogy lelőjük. Úgy van, na. Egy golyó már kapott is a szegényke az arcába, és már is menekülne tovább elfel a járművevel, csak hát mi annyira nagyon nem akarjuk hagyni, hogy ő itt tamperkodjon, úgyhogy már is visszavisszük a járművét. Ó, de nagyon izgalmas feladat ez, Istenem, és a rendőrök is itt próbálkoznak, de hát valami kevés sikerrel. Na. Már is jöhetne a következő úriember, ott is van, azt is lelőjük, na most lelőnénk, hogyha lenne nálunk fegyver, csak valami és sos is nálunk fegyver, mikor leszállunk erről a túróról. Semmi gond. És már is ilyen gonosz úriemberek próbálnak minket elintézni, hát valami kevés sikerrel, mert hát az emit is olyan jól csinálták meg ebbe a játékba, hogy kb. 82.000 óra gondolkodás után hajlandóak egyet lőni. Így van, na hát te is gyönyörű voltál. Na nézzük. Keressünk egy újabb delikvenst. Hogy mennyit kell rohangászni ebbe a játékba, Istenem, na, valaki, akit lelőhetek, hello, ott jön már, nagyon jó, ott, és meneküljél, azt is lelőttem, jó. Na, azt mondja, nem menj már el olyan messzire, azt hittem ezek harcolni akarnak velem, de nem csak így random módit rohangásznak. Drága jó úriemberek meg itt körülöttük figyelik a így zajló eseményeket. De mindesetre már is szedtettünk egy újabb ilyen kétkerekű túróra. Jaj, milyen breaktáncot váltott a csávó a zebrán. Azt mondja, itt merre kell menni? Ja, igen, szépen körbejöttünk. Amúgy nem olyan nagy ez az egész térkép, egy város kinézete van, de valójában egy kb. 8-ast lehet leírni itt a utcákon. Ezekkel a túrókkal is kb. Ennyi az egész város. Úgyhogy nem estek túlzásokba fickók, és ráadásul annak ellenére, hogy csak egy 8-as ez az egész hóbelebanc, annyira megszaggatja a gépet, hogy szörnyű, komolyan mondom. És leesett a térde neki, na hát. Jaj, az meg megijedt ott, az gubasztott a sarokban, na azért már van itt egy pár jármű. Jaj, sörgadda lehet jó. Ezt még úgysem nagyon használtam, azt az eget, miket lehet aprítani itten, te jó Isten, na. Már csak megint olyan bicikliző akármi kéne. Hanyat homlok menekülnek előlünk az emberek, kivétel a rendőrök, de azok meg úgyis mindjárt hamar meghalnak, és ott van az újabb járművünk, amit felvehetünk, csak hát ketté kellett lőnöm ezt a gyereket. Istenem, milyen fegyver az, ami ketté lövi az ember? Azért tudhat az valamit. Na hát, azt mondja. És újabb jármű, de még mindig nincs vége a feladatunknak, a fenébe mennyi kell? Kezdek kicsit belefáradni itt a dolgokban, újabb sörétes, újabb ember.
Na jó, hát ez túl bátor volt, hogy nem lövöm le. Hát ezt a rendőrt, úgy? De jó bírta. És leesett neki valami, de nem tudom mi volt. Az még egy rendőr. A rendőrök meglepően jól bírják a sörétet. Pedig az arcukba megy. Ez annyira szemtelenek már, hogy ó, jaj. Na, valahol lehetne már megint olyan biciklizerű delikvens, mert unok itt mászkálni. Ó, és ott is megy. És nem a közúti rendnek megfelelően közlekedik, úgyhogy már is meg kell büntetnem. Haver, átmentél a járdán, hát és ez annyira nagyon nem szabad, és ráadásul a gyalogosokat sem nagyon kíméri, és már is itt van egy másik. Ó, de sokan lettek hirtelen. El kéne őket intézni, azt legalább bespájzolok ezekből a járművekből. Halljál meg. Azaz, meg fogsz halni, te is meg fogsz halni. A franca sem belétek. Na jó van. Azt mondja, ezt is sikerült. Ó, még ott menekül a delikváns. Jaj. Na, ne közelíts. Impostor. Jó van, azt is sikerült elszedni tőle. Jó, na. Akkor már csak annyi dolgunk van, hogy ezeket a cuccokat, amiket itt most halomba összeszedtem, levisszük a bázispontra, és hogyha minden igaz, akkor véget is ért a küldetésünk. Hála a jó Istennek, mert ez egy rohadt unalmas küldetés volt. Amúgy a postáhámat általában az ilyenek jellemzik, mert az első, az még tetszett tényleg, a Hawkins zsebkendőket összeszipókázni, komolyan mondom, ezt még egy játékban nem láttam. De azt nem gondoltam volna, hogy ezt leszámítva az összes többi egy túró lesz. Vah, de már csak azért becsületből azért végigcsinálom a dolgokat, hogy lássátok azért mennyire unalmas ez a játék. Na, már csak kettő olyan akármit kell összeszedni. Haver, ne lövöldözzél, már nem veszem jó néven, ez ráadásul egy papó. Na, jó, végre meghalt, az is jó. Tudok én, ha akarok, ott felrúgtam egy embert, ó, felrúgtam egy rendőrt, ó, milyen mamó feje volt, te jó Isten. Azért raknak ebbe olyan arcokat ebbe a játékba, komolyan mondom, tényleg, mint a valóság olyan. Tehát ilyen rózsaszín, ilyen narancssárga, inges, egyvelegű, akármi, és akkor izé cowboy kalap, és ilyen trapézgatja, meg izé makkos cipő. Hát, komolyan mondom. Na, itt egy újabb jármű. Hirtelen, ha olyan gyorsan megszaporodtak itt az úri emberek. Annyi baj legyen. Új, csak ne lennék ilyen rohadt tájvos. Na, hát ez meg mire lőtt, nem baj. Megbűnhődött érte, hogy csak úgy a nyílt utcán lövöldözik és nem rám. Na. Olyan furcsa folt van most a karakterem fején. Most leszart egy madár, vagy nem tudom. És tényleg. Vagy ott lőtték tarkón, vagy ne? Na, mindegy. Túl sokat gondolok. Jaj, hát te is nagyon érzékeny búcsút vettél ettől a földi világtól. És hol is hagytam a többi járművet? Hia rendőrök, ne lövöldezzetek már. Úgy. Ez is szépen lepihent, jó. És már megint ellopkodják a járművemet a ganajok. És még meghalni is alig akarnak, na hát. Újabb jármű, újabb kihívás, ó. Na, nem tudtad a zebrán átmenni, veszélyes? Ó, szegény cica, majdnem elütöttem. Múltkor amúgy tényleg majdnem elütöttem egy fekete macskát, épp Muhinál vezettem az egyes golfomat, vittem a cefrét a kifőzni. Amikor is kirohant elém egy macska, én félrerántottam a kormányt, és láss csodát, megmenekült a macska, viszont leszakadt az égszíjam. No, franc, és véget ért ez a csodálatos küldetés. Nagyon szomorú az emberkénk, ja, na jó, good job, meg minden. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Ó, egy kuponban meg. Na jó, hogy rohagy meg. Találkozunk a következő szenvedésnél. Sziasztok!